Jó estét, folytatódik a napi aktuális. Vendégeim Trencsényi Dávid és Haraszti Gyula. Jó estét az uraknak, szervusztok. Jó estét, szervusztok. Jó estét. Maradjunk akkor Orbán Viktor kijevi látogatásánál. Somkuti Bálint Amráz Ágoston Sámuellel is erről beszélgettünk. Ti mit olvastatok ki a mai látogatásból, elsősorban politikai jelentőséget? Ti mit láttok ebben? Zelenszky egy kicsit engedékenyebb volt, vagy közeledőbb volt? Orbán Viktor is, mint a soros elnökség vezetőjeként, vagy első napon végül is odalátogatott, inkább ez ilyen konszenzus volt a két fél között, hogy létrejöjjön ez a találkozó, és valahogy előre mozdítsák ezt a békekérdését? Bár nem szokásom, de szerintem induljunk ki abból, hogy Zelenszky mit mondott, tehát nem ebből szoktam mindig kiindulni, de ő azt mondta, hogy örömmel vette ezt a látogatást, és nagyon fontosnak tartotta. Tehát ebből is látszik, hogy ez nem csak egy udvariassági látogatás volt, vagy egy kötelező kör volt, amit megtett Orbán Viktor, mivel hogy Magyarország ugye az Európai Unió soros elnöke, hanem itt azért lehettek komoly tárgyalások a háttérben. Különösen fontos lehetett Zelenszkynek ez azért, mert ugye láttuk a Trump-Biden vitát, és hát eléggé egyértelmű volt, hogy kinek a javára dőlt el ez a vita, és hogy mi várható itt ősszel, tehát hogyha ősszel az elnökválasztás úgy alakul, és Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, akkor tárgyalásokra fog kényszerülni, diplomáciai tárgyalásokra, komoly tárgyalásokra fog kényszerülni Zelenszky, és ezt előkészítendő fontos volt ez a találkozó, különösen azért is, mert Orbán Viktor azt mondta, hogy a legfontosabb prioritás neki az Európai Unió soros elnökeként az lesz, hogy a béke és a versenyképesség megőrzése, és ennek a kulcsa mind a kettő Ukrajnában van. Tehát az orosz-ukrán háborúban, ha sikerül elérni egy tűzszünetet, tehát a hosszas diplomáciai tárgyalásokat, ahogyan Orbán Viktor mondta, úgy lefolytatni, hogy egy határidős tűzszünetet érnek el, az nagyon nagy eredmény lenne olyan szempontból is, hogy lehet, hogy talán ideiglenesen az Oroszország elleni szankciókat is fel lehetne függeszteni, és nem kerülne olyan sokba például az energiaellátás az Európai Uniónak. David? Azt hiszem, nagyon, nagyon elszaladtunk, én egy picit földhöz ragadtabb lennék. Ugye Magyarország és Magyarország miniszterelnöke, mint az EU soros elnöke, belekényszerül abba a helyzetbe, amiben minden európai soros elnökség belekényszerül. Kiemelt prioritásként kell foglalkoznia az ukrán helyzettel, a háborúval, illetve a békével. Orbán Viktor nagyon ügyesen egyébként a korábbi, az elmúlt két év politizálásából és a jelenlegi, tehát nem volt választása a tekintetben, hogy ezzel kiemelten kell foglalkozni, de ebből a kombóból kihozott egy nagyon jó megoldást azzal, hogy az első napján, ahogy Magyarország átvette, elképesztő szimbolikus erővel bír az, hogy tényleg a soros elnökség első effektív napján Kijevbe látogat. Egy erős zárójel, ugye azzal tisztában vagyunk, hogy egy ilyen látogatást nem egy gyors nem telefon, hogy figyelj, átugrom, gyere, szívesen látlak. Tehát ez egy nagyon hosszú, vagy több hétig tartó egyeztetési folyamat. Titokban zajlik, ugye, hogy a titkosszolgálatok le tudják játszani a dolgokat. Van ennek egy ilyen titkosszolgálati biztonságpolitikai része, és egyébként ugye azok a megállapodások, amik ilyenkor megkötetnek, és szép ünnepélyes keretek között aláírások leülnek, elnézést a csúnya kifejezésért, azokat azért a diplomáciai testületek hosszú heteken át szövegezik, módosítgatják, próbálják összerakni. Azt gondolom, hogy a magyar-ukrán viszonyban ez egy nagyon-nagyon nagy előrelépés volt mind a két részről. Tehát igen, ahogy mondtad, Zelenszky érezhetően törekedve arra, hogy az EU mindenkori soros elnökségével és általában az EU-val minél harmonikusabb, jobb számára és az országos számára gyümölcsözőbb viszonyt alakítson ki, illetve folytasson, ezért aztán gond nélkül lenyelte azt a békát, amit Orbán Viktor elmúlt két éves politizálása és álláspontja jelentett. Sőt, ugye most hazabeszélek, tehát haza, mint Magyarország érdekeit nézve,
azt is remélhetjük, hogy ebből a helyzetből Orbán Viktor képes lesz majd valamiféle előnyt kovácsolni a kárpátaljai magyarság számára, a nyelvtörvény, a nemzeti nyelv használatának a lehetősége, és egyébként úgy tűnik, hogy Zelenszkij ezzel ez elő sem zárkozott el. Orbán Viktor az elmúlt években sem képviselt más, mint a tűzszünetet, tehát ilyen szempontból. A hadvágyak itt közben azért, mert nem igazad más, van... Nem abban, más kombóval indult neki ennek a abban igazad van, hogy a magyar kormányzat mindig is a békét emlegette, de ez a béke, amit a magyar kormányzat a zászlájára tűzött, ez az jelen pillanatban és az elmúlt két évben is az agresszor békéje. Tehát az, hogyha most egy jó tündér úgy döntene, hogy ideüt és azonnal kitörne a béke, az azt jelenteni, hogy Ukrajna elveszíti területeinek közel 20%-át, vagy még többet. Az agresszor Oroszország győzedelmesen jön ki egy olyan háborúból, egy olyan területszerző háborúból, amit Európa úgy gondoltuk, hogy 1945 után maga mögött hagyott, ez az agresszor békéje, ezért nem menjünk bele abba, hogy ez mennyire az oroszok részéről, ez mennyire egy védekező háború, és hát mennyire egy területszerző háború. Tehát az ukrán területeken folytatott hadműveleteket nagyon ritkán nevezhetjük védekező háborúnak. Hát különösen akkor nevezhetjük védekező háborúnak, hogyha már évtizedek óta amerikai fegyvereket telepítenek ebbe az Ukrajnába, de ebbe belemeltünk. Abba a vitába, nem menjünk bele de nem is ez a lényeg. Támadta meg két alapvető különbség van, két nézet között. Az egyik nézet azt mondja, hogy úgy kell békét teremteni, hogy fegyvereket telepítünk Ukrajnába, és majd, hogyha ezzel a fegyverekkel akár orosz területeket is lőhetnek az ukránok, akkor vissza tudják szorítani Oroszországot. Ez nem működik. Van egy másik elmélet, hogy meg kell állapodni, meg kell állni, tűzszünetet kell kötni, és tárgyalásokat kell indítani. Az Orbán kormány azt mondja, hogy ez a békepárti álláspont, és a másik a háború párti álláspont, mert kvázi háborút szeretnének, tehát háborúval szeretnék visszaverni Oroszországot. Ez nem igaz, senki ez a két álláspont vitatkozik. De Orbán Viktor nem változtatott az álláspontján, amikor leült tárgyalni Zelenszkijvel. Tűzszünetet szeretne, határidős tűzszünetet szeretne. Értem én. Amivel megállíthatnák a vérontást, azaz a háború. Igen, egy... amivel azonnal meg lehetne állítani a vérontást, az, hogy az agresszor, az a hadsereg, amelyik egy másik állam területén folytat katonai cselekményeket, az ezt befejezni, és kivonulna a másik állam területén. Így van, és a másik állam területére kivonulnának azok a fegyverek is, amik nem oda valók, amitől tartóztatták. Azt, hogy... Értem, akkor Oroszország miért nem támadta meg a Baltikumot, amikor oda telepítettek, mondjuk magyar grippenek védték a Balt, vagy védik rotációban, de a mai napig a Baltikum légterét, meg néha amerikai F-16-osok, meg néha német tornádók. Ezek olyan elvi kérdések, ezek nem elvi kérdések, és akkor tisztázunk egy elvinek tűnő kérdést, hogy nincs háborúpárti álláspont. Senki nem akar háborút Putyin elnökön kívül, aki elindította az orosz köztársaság csapatait Ukrajna területén. Oda akar menni, oda akar telepíteni fegyereket, amivel Oroszország orosz területeit lehet lőni, az gyakorlatilag háborús megoldás. Milyen területeket akarnak lőni? Hát mi az, hogy orosz területeket akarnak lőni? Amikről Oroszország úgy gondolja, hogy az ő területei. Egyrészt Oroszország 95-ben, hogyha jól emlékszem, aláírta a budapesti memorandumot, amiben elismerte Ukrajna területi integritását, és így tehát van egy dokumentumunk arról, hogy az oroszok elismerték, hogy a Donetsk, Luhanszk területek ukrán felhatóság alá tartoznak. Még azt is elismerték, hogy a Krím is ukrán felhatóság alá tartozik. Ettől függetlenül megtámadták Ukrajnát. És az, amikor azt mondod, hogy olyan fegyvereket akarnak telepíteni, vagy adni az ukránoknak, amivel orosz területeket lehet támadni, kizárólag arról beszél mindenki, hogy a Harkivi régióban, ami nagyjából 15 kilométerre van a határtól, ott az ukránoknak nem lehet katonailag irreális megtiltani azt, hogy a határ túloldalán felsorakozó
orosz egységeket, amik ott veszik fel azokat a formációkat, amikkel aztán átlépik a határt és már támadnak, hogy azokat ne támadják. Ez a jelenlegi, ez a jelenlegi helyzet, nem erről beszéltem, hanem a háborút lövik amerikai fegyverekkel. A háborút megelőző helyzetről beszéltem, akkor is telepítettek oda úgynevezett rakéta elhárító rendszereket, amivel lehetett volna támadni is. Tehát olyan, ez nem igaz, de ugyanolyan rakéta, most a háború alatt derült ki. Rengeteg amerikai fegyver volt. Ugyanolyan rakétaelhárító rendszereket telepítettek Romániába és Lengyelországba. Ezekkel nem lehet támadni, ugyanis nincs ezeken az elhárító rakétákon. Nem akarom védeni Oroszországot, Oroszország agresszor. Az a kérdés, hogy hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet, és azt hiszem, itt lezárhatnánk a vitának ezt a részét. Nem igazán engedtek szóhoz jutni, de mivel körülbelül egy percünk van, most már én szeretnék beszélni. Köszönöm szépen, urak. Nagyon elkanyarodtatok ettől a témától, de engem az jobban érdekelne, körülbelül egy percünk van, hogy szerintetek Zelenszkij és Putyin valamilyen formában delegáltak, vagy ők leülnek egy békekonferencián és elkezdenek arról beszélni, hogy milyen módon és hogyan tudják a tűzszünetet, vagy békét, vagy éppen melyik stációt megvalósítani? A jelenlegi helyzetben Ukrajna és Ukrajna számára szinte megkerülhetetlenek a béketárgyalások, hiszen vezető pozícióban van, míg, minthogy nyerő pozícióban van az oroszok számára és Putyin számára egyáltalán nem, tehát nekik nem érdekük ma békét kötni, pontosan azért, mert nyerésben vannak. És válaszol a kérdésedre, abban egészen biztos vagyok, hogy vannak olyan államok, tippelek, de Törökország, Irán, esetleg Szíria, akik valamiféle közvetítő szerepet már játszanak az orosz-ukrán. És ne felejtsük el Magyarországot, amelyik közvetítő szerepet játszhat az orosz-ukrán béke megkötésében, hiszen Magyarország az egyetlen, aki jobban van Trumppal, és beszélő viszonyban van az oroszokkal is, tehát nem véletlen, hogy Szijjártó Péter az a párhuzamosan, hogy Orbán Viktor ellátogatott Ukrajnában, tárgyalásokat folytatott telefonon a Lavrovval, tehát fontos lehet az a béke szempontjából, hogy Magyarország milyen szerepet játszik ebben a békekötésben, ebben a tűzszünetben, illetve, hogy az Európai Unió elnökeként hogyan tudja ezt befolyásolni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm.